Tisztelet a hősöknek, a 13 aradi vértanúra emlékeztek Újpesten is. Aulich Lajos, Török Ignác, Lachner György, Schweidel József, Poelt von Poltenberg Ernő, Nagy Sándor József, Knézics Károly, Gróf Leiningen-Westerburg Károly, Dezsőfi Arisztid, Damjanics János, Lázár Vilmos, Gróf Batthyány Lajos. A 13 aradi vértanú és Magyarország első felelős miniszterelnöke, akit az aradi mártírokkal egy napon végeztek ki Pesten. Október 6-án minden évben rájuk emlékezünk, őket ünnepeljük. Újpest különös figyelemmel őrzi emléküket, mindjártjuk nevét utcaviseli a városban. Idén, október 4-én emlékezett rájuk Újpest önkormányzata a Görgei szobornál. A megemlékezésen Nagy István alpolgármester mondott beszédet. Legyünk hálásak érte a gyóndviselésnek, a szabadságért harcoló hőseinknek. Tőlünk ma már nem kivetel a történelem, hogy életünket adjuk a szabadságért. Ma az a dolgunk, hogy méltó módon éljünk a szabadsággal. 1848 különféle származású és sok tekintetben igen eltérő felfogású emberek álltak ki a magyar szabadság eszméje és ügye mellett. Különböző hátterű neveltetési, kultúrái katonák mégis ugyanazt akarták, a szabadságot. A szabadság nyelve pedig magyar lett. És ha elődeinkről ejtettem néhány szót, akkor arról is beszélnem kell, hogy a mi elődeink, akik itt Újpesten éltek, tisztelték 1848-at, megbecsülték hőseinket, hiszen ha Újpest utcáit járják, akkor találkozhatnak az aradi vértanúk emlékével. Mind a 13 aradi vértanúról utca van elnevezve Újpesten, és erre büszke vagyok, és legyenek önök is büszkék újpestiek, és ápoljuk elődeinknek ezt a hagyatékát. Tanuljunk történelmünk nagy alajkaitól, és addig nyújtsuk egymás felé a kezünket politikai, ideológiai, vallási különbségek felett, hogy Tolsztoj igazsága legyen a vezérfonalunk. Fogjunk össze mind, akik szeretjük a jót, és legyen zászlónk a cselekvő erény. Az esemény végén a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit a Görgei szobornál.